A küzdőtéren a sportolók és az edzők, a lelátón pedig a hozzátartozók voltak részesei annak az ünnepségnek, amelyen a Nyíregyháza Spartacus férfi és női szakága, a Spartacus Torna Klub és a Bozsik Akadémia közösen zárta az évet. A rendezvényen a 2019-es esztendő legjobbjait díjazták. A Spari felnőtt keretében 8 saját nevelési játékos kapott helyet, a klub csapatot indított a megyei harmadosztályban, az akadémia együttműködési megállapodást kötött a Filó SC-vel, és némi átszervezést követően a lehető legjobb körülményeket igyekeznek biztosítani ahhoz, hogy fejlődjenek a fiatal futballisták. 262 gyerek van az akadémián, 51 fő foglalkozik a gyerekekkel, ebből kb. 50% olyan főállású, 25 edző, 5 gyakornok és 18 olyan kollega, akik úgynevezett támogató területeken tevékenykednek, ebben vannak az orvosok, fizikoterapeuták, masszőrök és így tovább, technikai munkatársak, stb. 3 fő az, aki irányítja és koordinálja ezeket a kollégákat. Van egy akadémia általános és szakmai vezető, van egy sporttudományos vezető, és van egy fejlesztési operatív vezető. Ez a 3 ember az, aki koordinál, irányít és ellenőriz a hétköznapokban és a hétvégéken. A korábbi 70-szeres válogatott játékos Nyirasi Tibor szerint fontos, hogy a tehetséges fiatalok minél hamarabb bemutatkozhassanak a felnőttek között. Én azt üzenném a gyerekeknek, bátorság, elszántság, szenvedély a futball iránt. Az edzőknek szintén ugyanezt kívánom, hogy nagyon nagy felelősséggel dolgozzanak a gyerekekkel, figyeljenek rájuk, bátorítsák őket, és ahogy majd cseperednek föl, minél hamarabb tegyék be nem csak a korosztályukba, hanem a felnőtt csapatba, mert akkor lesz az igazi eredménye, amikor már azt láthatjuk, hogy 18-19 éves gyerekek játszanak a felnőtt csapatba, és akkor a következő ugrás az, hogy na, ezek között van egy igazi kiváló játékos, akire felfigyel mindenki. A Bozsik Akadémia futballistái még 2 hétig edzésben maradnak. Azt követően a 7 és 12 év közötti korosztályok képviselői teremtornákon szerepelnek majd egészen a tavaszi szezon kezdetéig.